Start! Start, elindult a második futam, ez a Parcella díj. Jól kezd tulajdonképpen majdnem az egész mezőn, talán Denver Broncos nem tud elmenni a legjobbakkal. Elég komolynak tűnik a kezdő tempó. Jól indul a két favorit, hiszen már ott van Coach Day ideje a frontban, mellette pedig Premal MS tartja is jól sikerült, de Premal MS kiszorul egyelőre a második spurba, hiszen Coach Day ideje mögött nagyon hamar ott bezár a falon Tour de Lux. Közeli negyedikként Nell Strong versenyez, nem kezdett rosszul sem Big Ben Pax, sem pedig Celerin a boss, ott vannak viszonylag közel az ötödik, hatodik pozícióban, Denver Broncosnak kell majd kapaszkodnia. A telfótárva sem rossz, libasorban a mező egy kivételtől eltekintve, hogy a Premal MS verseny ez a második spurban, illetve most már a sor végéről Veljko Mazsics kivette Celerin a boszt, és ő is szépen lassan felsúrra most már, is ott van közvetlenül a vezető hármas mögött. Abszolút a középmezőny beverekedte magát Celerin a boszt akkor, amikor érkeznek a második kanyarba, és továbbra is Coach Day vezet Premal MS társaságában, aztán a falon Tour de Lux, kívülről pedig Celerin a boszt, akit most egy kicsit megfogott hajtója, ő is utazó sebességre váltott, az ő hátán Big Ben Paxot láthatjuk versenyezni, belül pedig Nell Strong, ami Denver Broncost illeti, elég reménytelennek tűnik számára ez a futam, hiszen nagyon-nagyon ki van szakadva a pelotonhoz képest. Az élen Coach Day vezet, kézből hüget mellette azonban Premal MS, tehát nagyon-nagyon készen arra, hogy megindítson egy rohamot, aztán pedig ismét egy kettes fogat, kívül Celerin a boss, belül pedig Tour de Lux, senkit nem lehet még vesztesnek kihozni Denver Broncos kivételével, hiszen rendkívül együtt a hat ló. Akkor, amikor érkeznek az utolsó kanyarra, mint hogyha megindítana egy támadást Premal MS, azonban védekezik Coach Day kézből. Három darab kettes fogat közel egymáshoz az utolsó 300 kezdetén. A két favorit vezeti őket, végig belül van Coach Day, végig mellette Premal MS, aki folyamatosan támad, Tour de Lux kezd fáradni, Celerin a boss nagyon jó versenyt futva, egyelőre ott van a harmadik pozícióban, 200 méter van hátra, Premal MS-t egy kicsit biztatni kell, bent a falon pedig óriásit védekezik Coach Day belül, középen pedig Premal MS, két favorit igencsak látványos csatája az utolsó 50 méteren, Coach Day van belül, és Coach Day Varga Sándorral ismét győzni tud. Coach Day ide nyeri a Parcella díjat. Mögötte Premal MS a második, Big Ben Pax feljön a harmadik helyre. Negyedik Celerin a boss, ötödik Tour de Lux, hatodik pedig Nell Strong. Start! Elindult a napi harmadik futam, az amatőr verseny. Bizonyámnak rossz szokása szerint nem igazán sikerül a startja, apró hibával kezd, és nem nagyon sikerült igazán lendületben és talpon tartani, hogyha kieshet a futamból. Aki viszont jó szokása szerint viselkedik, az Bosporusen, mert elment vezetni. Meglátjuk, hogy mennyire lassít esetleg vissza a tempón. Bulibáro jön fel mögé a második helyre bent a falon. Van der Chart helyezkedik, majd érkezik Vinokesbé, majd Kedira, akinek szintén jól sikerült a startja, illetve ez szintén jól sikerült Universal Boy. Karina Fling van egy-két hosszas hátrányban, miközben Kedirával akadnak problémák, galoppozik pár lépés, mögötte pedig Karina Fling ennél sokkal durvább hibát vét, hogy Karina Fling kieshet a futamból. Egyelőre Bosporusen tartja ezt a jó 2-3 hosszas előnyét, sőt talán még növelni is tudja az üldözőkkel szemben. Bosporus emögött kívülről Bulibáro, bent a falon pedig Wonderchild, Vinokesbé, Universal Boy a közvetlen élmezőny, majd a kis hibája után zárkózó Kedira, és a nagyobb hiba után zárkózó Bizonyám következik, ő már kicsit kiebb van szakadva. Akkor, amikor már csak szűk egy kör van hátra, sőt annyi sem, inkább egy háromnegyed körünk, Bosporusen nagyon megbízható előnnyel jár a csapat előtt, mögötte ott van a Bulibáro jelen pillanatban, harmadik pozícióban pedig Wonderchildot láthatjuk, akkor, amikor kapja ő is esetleg a támadást, a nyomasztást egy kicsit Vinokesbétől, ötödik pozícióban pedig Universal Boy, a futam voltaképpen favoritja jelen pillanatban, és hát megszaladt Bosporus Szentencer Tamással, előnye nagyjából egy olyan 2-3 hosszra is tehető, és aztán ott kívülről pedig azért csak-csak indul lassacskán a támadások ellene. Úgy tűnik, hogy aki közelít, az Vinokesbé, illetőleg kívülről Universalból is megindul, míg Wonderchild pozíciója egyelőre nem kecsegtető.
Hát a végén úgy tűnik, hogy lehet, hogy a favoritokról fog szólni a verseny, mert hogy Bosporus szem mögött azért lassaskán Újmerzába is kibontakozóban van, bizonyám hibája ellenére is küzdelembe kerülhet. Vandalcsát egyelőre pekesnek tűnik, mert bezárva volt Buli Báró mögött, és csak most szabadul ki a Zsák utcából. Bosporuszent elsőként Vinok SB támadja, ők oszhatja talán a meglepetés, kívülről pedig Univerzálból próbál hajrázni. Bő 100 méter van hátra, jön kívül Univerzálból, Bosporuszen is óriásit védekezik, bizonyám is begyújtja a rakétákat, Bosporuszen azonban egyelőre vezet, rá tud tenni még a végén egy lapáttal, Bosporuszen végvezetve nyeri az amatőr versenyt, bizonyám lehet majd a második hibája ellenére, szoros harmadik Vinok SB, és akkor csak negyedik, ötödik a két jó esélyű ló, Van der Child, valamint Univerzálból. Start! Start második nekifutása indul el a 2400 méteres Nádor Handicap. Jól indul, hiba nélkül indul a mezőny, ügyeske jól kezd, Zaramia sem kezd rosszul, te bent a falon a régen látott Very Nice fotó, és ott van közvetlenül az élmezőnyben. Egyelőre azért visszaveszi őt vezéremes, és hagyja, hogy hadd menjen el mellette ügyeske. Zaramia kiszorul a második spurba, mögött az istarotás Bombé, bent a falon Zizi Top érkezik, majd Anybody, aki hiba nélkül kezdett ezúttal, bent a falon Firefly Shadow, a sor végén pedig az erősen fogott Aslaug Princess színei látszanak, akkor amikor azért még bőven sok van hátra a versenyre, és a komótos tempót úgy tűnik a Nagy Ferenc 2 megunja, mert Bombéja felvált egy-két sebességi fokozatot, és Bombé elsétál tulajdonképpen vezetni. Bombé most már az élen, mögött ott van ügyeske, Very Nice fotó, kívülről Zaramia, Zizi Top, illetve Anybody a sorrend, akkor amikor 1600 méter van még hátra. Látványos volt ez a sebességváltás, amivel Bombé ére került, mögötte pedig ott versenyez ügyeske, ügyeskét pedig követi, szintén bent a falon Very Nice fotó, majd kívülről Zaramia érkezik meg a vezetőló istállótárs, az ő hátán Anybody helyezkedik nagyon jól, aztán pedig a szürke Zizi Top jön, majd Firefly Shadow, és a megfontoltan kezdő Aslaug Princess is föl tudott már zárkózni a pelotonhoz, tehát egyáltalán nincsen kiszakadva. Jónak tűnik az iram, amit Bombé diktál, Bombé húzza tehát a mezőnyt, hozzá egy pillanatban legközelebb ügyeske látszik, ügyeske talán megpróbál fölmenni mellé, aztán pedig kívül Zaramia, Mia belül pedig Very Nice fotó, ötödik helyen Anybody. Szűk egy kör van még hátra hosszú távú Nádor Handicapből, Bombé ér át, azóta azért egy kicsit próbál vele talán taktikázni Nagy Ferenc 2, Bombé mellé felzárkózik, ügyeske, legalábbis megpróbál felzárkózni mellé, két ló között most már azért szűkül a zolló, Very Nice fotó nagyon szoros, harmadik, a többiek sincsenek messze, Zizi Top, illetve Zaramia, Anybody, bent a falon Firefly Shadow, Aslaug Princesszel egyelőre mindig várnak a sor végén, de nagyjából 20 méteren belül a csapat. Míg ezt elmondtam, az élen változás, hiszen ügyeskével gyorsított ifjabb Veres László, és az utolsó 800 kezdetén már ügyeske vezet Bombéjjal szemben. Gyorsul a tempó, úgy tűnik, hogy Venyász fotó nem bírja idei első versenyében, viszont Anybody igen, Anybody jön fel, most már ott van a harmadik helyen. Zizi Top, Venyász fotó, Zaramia, Aslaug Princess egyelőre viszonylag hátul Firefly Shadow-val egyetemben, a vezető hármas egy picit megszökött a többiektől. Ügyes még mindig vezet, azonban meg fogja kapni a támadást Anybody-tól, és ami még azt illeti, nagyon jól helyezkedik a Bombé is jelen pillanatban. Ez a vezető hármasunk, ők valóban egy kicsikét megszöktek, aztán pedig a szürke Zizi Top következik, és a mezőny legvégéről Aslaug Princess is megindulni látszik Kolozsi Lászlóval. Akkor, amikor ráfordulnak a befutó egyenesre, ügyeske tudja tartani előnyét egyelőre, még azonban lépésről lépésre közelít hozzá Anybody. Anybody e pillanatban átvette a vezetést, most már Anybody vezet mögött. Te ott van ügyeske, a harmadik pozícióban pedig Bombé letett kézzel hajtója, jön azonban a háttérből nagy lendülettel Zizi Top, aki megnyeri menet közben a versenyt, az Anybody csata végül a második helyért, ügyeske tudja azt megszerezni, és talán Zizi Top lehet a harmadik, de nem biztos, mert ott célfotót kérnek majd, hiszen azért Bombé is ragyogóan tartotta magát. Start! Elindult a napi főfutam, ez a Forest Sandy, a nap hatodik versenye, nagyon-nagyon jó a tempó, de hát lehetett erre számítani a szlovén vendég Regdu Klosé borzalmasan bekezd. Zenóre GSS tartjára sem nagyon lehet panasz, összességében gyorsan kezdtek a favoritok, ott van Zóna, ott van Zlatan Liv, és Battisti Griffs is próbálja azért tartani a lépést a többiekkel, az első kanyarban igyekszik beljebb keveredni, a többiek egyelőre hátul a szélsőbb esélyek közé kicsit beragad egyelőre
Villám Vill. Credit Crochet jöjjön, és Sagája diktálja át a tempót a Forest Sandy-ba. Most már egyébként Villám Vill is kiszabadul, és a többiek üldözésére indul. A második helyen Zenónek ISO Libasorban, tulajdonképpen majdnem, hogy az egész mezőny, a harmadik pozícióban Zóna, a negyedikben pedig Zlatán el Liv. Battisti Griff próbálkozik továbbra, és kívülről érte Villám Vill érkezik meg a fronthoz. Egyelőre ez a teljes papírforma sorrend, de sok van még hátra, egy teljes kör. És vezet a nagy favorit Craig Duclosé José Sagaillal a kocsiában, mögötte pedig ott versenyez Zenone GSO. Tényleg jónak tűnik az iram, és ezt még megfejeli a háttérből Battistini Griff, aki szépen lassan elindul fölfele, azt sem zavarja, hogy a kanalba érve kell majd még előrébb jutnia. Ezt meg is teszi bent tőle balra. Zónát látjuk versenyezni, akit már el is hagyott magától. Ötödik pozícióban pedig ott versenyez Zlatán Liv, a többiek az azért leszakadni látszanak hozzájuk képest, ami az elejét illeti, tehát Craig Duclosé vezet, azonban Battistini Griff elkezdi őt szorongatni, közben kívülre vette hajtója Zónát is, és ő is megindulhat, illetőleg Zlatán Liv is egy huszáros hajrát mutat be, egy hosszú hajrát, hiszen még azért messze vagyunk, most ér csak a csapat az utolsó kanyarra. Craig Duclosé vezet, Battistini Griff pedig nagyon közel hozzá. Egyre viszonylag szépen együtt az egész boly, de Craig Duclosé-ban talán még lehet tartalék. Battisti Griff közel hozzá, Zóna, Zlatán Liv, Villám Vill igyekszik felzárkózni a dobogósok közé. Zenone GSO, mintha kezden egy kicsit fáradni. Craig Duclosé tartja azért ezt a hosszas előnyét Battisti Grifffel szemben. Zlatán Liv most már föl a harmadik helyre, de Villám Vill ott van a nyomában. Bő 100 méter van még hátra a Forest Sandy-ból. Craig Duclosé-nak védekeznie kell, de mindig legalább egy hosszú előnye Battisti Grifffel szemben, aki próbálkozik, de nem tud igazán közel eljönni, talán majd még a végén, de nem, Craig Duclosé nyeri a futamot. Craig Duclosé, Battisti Griff és Zlatán Liv az első három. Villám Vill a negyedik, Zóna lesz majd az ötödik. Start! Start, elindult a nap utolsó futama, a hetedik, ez a Jeanette Handicap, hiba nélkül eljön a mezőny, Winnerboy is, és ennek következtében Winnerboy el is megy vezetni Vaku MQ-val szemben, aki remekül kezdett, és már bent van a falon a vezető Winnerboy mögött. Ciklon Fox, kívülről pedig érkezik a favorit, Bailando hatalmas léptekkel, már ott van a második hely környékén Winnerboy, és most már Bailando az első kettő, Vaku MQ mellé talán majd Diófás fog felzárkozni. Diófás is jól vett ezúttal a startot és az első kanyart, ez nála azért nagyon-nagyon jó előjelnek tűnik. Ciklon Fox érkezik, aztán Bronzból kívül Bellini Fling, a sort egyelőre legutóbb remekül futó, de most erősebbek közé került Anikó zárja. Winnerboy tartja egyelőre az előnyét, de most már azért nagyon közel van hozzá a favorit Bailando. Egy hossz lett a két ló között, maximum a különbség. Vaku MQ bent a falon a harmadik, aztán érkezik Diófás. Diófás mögött bent a falon Ciklon Fox, mellé pedig szép lassan megérkezik Bellini Fling. Winnerboy tehát vezetni tud, Bailando pedig valóban ott ügete mellette, öles léptekkel közlekedik a nagyobbik ló kívül versenyezve, aztán bent a falon Vaku MQ kívül pedig a múltkor szerencsétlen versenyt futó Diófás verseny, ez nagyon jó helyzetben, az ő hátán Bellini Fling, illetőleg bent a falon Ciklon Foxot láthatjuk, aki zárja egyébként a mezőnyt, az Bronzból, illetőleg még hátrébb Anikót láthatjuk. Ugróló nem volt még ez idáig ebben a versenyben. Továbbra is tehát Winnerboy, illetőleg Bailando kettőse diktálja a tempót. Bailando kézből tud ügetni, igaz, ez Winnerboyra is igaz, de talán Bailando egy kicsikét, mint hogyha még nála is könnyebben versenyezne, könnyebben ügetne, a fogadók is így gondolták előzetesen. Akkor, amikor közelítenek az utolsó kanyarra, semmi lényeges nem történt az elmúlt egyharmad kör alatt, és még nem indította el Kolozsi László igazán Bailandot. Továbbra is tehát Winnerboy egy kicsit előrébb, mint a támadó ellenfél Bailando. Harmadik erre szép lassan talán Diófás fog felkúszni Vaku MQ-t előzve. Diófás hátán pedig Bellini Fling is bejelentkezhet mondjuk egy dobogós helyezésért. Winnerboy még mindig előrébb, mint a favorit, és Bailandot egy kicsit már azért biztatgatni kell. Winnerboy tűnik, hogy erősebbnek látszik nála. Diófás is megindítja a rohamot az utolsó 100 méteren. Bailando elfáradt, Winnerboy azonban nem. Diófás középen támad, de Winnerboyt nem nagyon lehet most már utolérni. Winnerboy a Jeanette Handicap Senovica déllal. Winnerboy mögötte Diófás és Bailando a második, harmadik. Bellini Fling közeli negyedik, az ötödik helyre pedig végül Bronzboy sétál fel. A
start ebben a másodpercben, elindult a futam, és Botanis kezdett a legjobban, de hát ez alig ha meglepetés, már egy hosszal nagyjából előtte van a többieknek, de a második favorit startjára sem lehet panaszot, van Ebnél Rúl bent a falon, nagyon-nagyon jó helyzetben, kívülről próbálkoznak a többiek, egészen ott a negyedik spúrban, Viszkigör igyekszik egyre inkább feljebb jönni, ultrapontot is ott látom, Jumero Beach ott, aki egy-két hosszal talán ki van szakadva, hárma jönnek fejfejt, mert ultrapont felmegy most már Edmir Belouf, illetve Botanis mellé, hogy Edmir Belouf elfért a falon, és ő az, aki át tudta most már venni a vezetést, a kanyarban nagyon kisodródik ultrapont, Viszkigör megy egy picit hátrafelé, nagyon megszökik a vezető trió, beül Edmir Belouf, mellette Botanis, kívül pedig ultrapont, bent a falon próbálkoznak a többiek, Jumeiro Beach nagyon sok teret tesz jóvá, és könnyen lehet, hogy ott lehet majd a dobogósok között. Egyelőre talán még egy kicsit Edmir Belouf előrébb látszik, mint Botanis, jön egyelőre a két favorit, mögöttük most még ultrapont a harmadik, de Jumeiro Beach is nagyon-nagyon közel van, 200 méter van hátra, Botanis lassaskán átveszi most már Edmir Belouftól a vezetést, óriási rohammal jöhet majd Jumeiro Beach, ultrapont is remekül tartja magát, Botanis azonban egyelőre vezet, és már csak nagyjából 20 méter van hátra, Botanis suták csengével megnyeri ezt a harmadosztályú handicapet, mögötte ultrapont lesz majd a második, harmadik Jumeiro Beach, nagyon szoros negyediknek csúszik végül vissza Edmir Belouf. A második nekifutása, elengedték a startot, azért ez sem mondható tökéletesnek, mert borzalmasan szétesik a társaság. Gám feltűnik a frontban természetesen, Gám mellett Royal Force is összességben jól kezdett, aztán ott látom még Kokoszi Jellót, illetve az újonc Blankót, és Wolf of Wall Street is az élmezőnyben egyelőre, tehát azért a három legnagyobb kedvenc összességben talán nem kezdett rosszul, tehát ez nem mondható el azért mindenkiről, úgy lehet, hogy Mercy Star van kiszakadva, illetve Remek az, aki borzalmasan hátul galoppozik. Vezet bent a falon Gump, Gump mellett Royal Force-nél látszanak Kokoszi Jelló, illetve az újonc Blanco és Wolf of Wall Street öten szinte teljesen együtt, aztán szürke Labotas igyekszik hozzájuk csatlakozást találni, illetve a francia import Annava is igyekszik egyre inkább felzárkózni a fronthoz. A Royal Force átvette egyértelműen a vezetést, Gump megy visszafelé, Blankót is nagyon erősen kell lovagolni, jönnek talán a favoritok, úgy fest legalábbis, Royal Force mögötte Kokoszi Jelló, egyre a harmadik helyen Wolf of Wall Street, aki középen igyekszik támadásba rendülni, de egyelőre Royal Force-nak van egy jó 3-4 hosszas előnye az üldözőkkel szemben, kívül Annava indul meg óriási lendülettel, 200 méter még hátra van, Royal Force-nak azért 3-4 hossz előnye van Kokoszi Jellóval szemben, Wolf of Wall Street és Annava egyelőre a második, harmadik, illetve a negyedik pozícióban, a Royal Force viszont nagyon-nagyon magabiztos Wernerrel és könnyűszerrel úgy nyer, ahogy akar, a Royal Force, Kokoszi Jelló, Annava, negyedik lesz Wolf of Wall Street, és Mercy Star messziről jön fel majd még a pénzes ötödik helyre. Amelynek ebben a pillanatban láthatjuk a startját, ez egy kimondott a jó sikerült indítás, tehát mindössze négyen vágtak neki az 1400 méteres távnak, és egyenre szinte teljesen együtt galoppoznak belül, Skydancer vezet, Hookerszel szemben, nagyon szoros harmadikként galoppozik Frangipani, Frangipani mögött pedig Flower of Paradise, újonc jeles Annával tartja magát, remekül, bármire a mondat végére érek, talán egy-két hossz lehet most már Flower of Paradise hátránya, de a falon fordulva, ezt még majd a kanyar környékén simán jóvá teheti. 900 méterünk van még hátra, gyorsul egy picit a tempó, Skydancer ördög alennel vezet, egy hosszal mögötte belül Frangipani, kívül pedig Hookers, továbbá is egyelőre sereghajtó, Flower of Paradise abszolút nincs jelentős hátrányban a többiekkel szemben. Akkor, amikor a kanyarhoz ér, a Merhal Ernő emlékverseny handicap mezőnye, akkor továbbra is egy picit Skydancer előrébb jár a többiekhez képest. Hookers támad, Frangipanival is talán-talán lassacskán most már támadásba lendül Kuhl Ferenc, és ahogy lehetett várni, a falon tud fordulni Flower of Paradise, és pillanatok alatt ott van most már a vezető Skydancer farába, egészen közel a vezetőhöz. Skydancer próbál gyorsítani és próbál robbantani, ez egyelőre sikerül neki, Frangipani nem nagyon tud jönni, Hookers is próbálkozik, de úgy fest a Skydancerre, nem igazán tudnak mit kezdeni. Skydancer meglép a többiektől, 3-4-5 hosszal vezet most már, Frangipani tartja a második helyét, meg is tarthatja majd az utolsó métereken, de Skydancer a futam nyerője, Skydancer, Frangipani, Hookers, illetve Flower of Paradise, ez a nem hivatalos befutási sorrend. És ebben a pillanatban elindult az 1600 méteres amatőrverseny handicap mezőnye, minden lónak jól sikerült az indítás, tehát el tudtak egyszerre jönni a startot követően, aki nagyon jól
elindult, és át tudja venni a vezetést, az a Nazsinski, mögötte ott van bent a falon, Brahms harmadik pozícióban, Poker Lover, aztán Fleeting Vision jön a mezőny végéről, megindult, Tough to Beat is, illetőleg fölzárkózott, Csokító, STS is, jónak mondható az iram, amit a vezető kettős diktál, az a Nazsinski, kívül bent a falon pedig Brahms harmadik, nagyjából egy olyan két hosszas hátránnyal, Tough to Beat akkor, amikor közelítenek a kanyarhoz, a változás egyelőre nincs, nagyon tömören együtt van mindenki, kívül jön Tough to Beat, bent a falon pedig ott láthatjuk Brahmsot nagyon jó helyzetben, mellette pedig ott van Nazsinski. Nazsinski folyamatosan presszionálja Brahmsot a gyorsabb haladásra, kívül egy picit talán kisodródva Tough to Beat-et láthatjuk, majd pedig jön Csokító, STS, Poker, Lover, ez a sorrendünk jelen pillanatban, Fleeting Vision pedig egy kicsikét kiesni látszik a csapatból, akkor, amikor érkeznek az utolsó kanyarra, Tough to Beat átvette a vezetést, Tough to Beat vezet, Tough to Beat húzza a csapatot, a mezőny végéről Poker Lover is megindulni, látszik egy komoly rohammal, illetőleg Fleeting Vision is tudott javítani a pozícióján, ami az elejét illeti, Tough to Beat vezet, azonban megkapja a támadást Csokító STS-től, aki most már az ére galoppozott, Csokító STS vezet, Csokító STS folyamatosan tudja növelni előnyét a többiekkel szemben, Nazsinski fölgaloppozik a második helyre, Poker Lover is megindul, Csokító STS-e, senki nem lehet veszélyes, aztán jön Nazsinski, majd pedig a Poker Lover. Ez a befutási sorrendünk, 3-as, 5-ös, 6-os. Start ebben a pillanatban engedi el az indító a három évesek versenyének mezőnyét, öten rajtoltak, tehát el, hiszen Sunny Missibility lejelentették, még a jártatót megelőzően. Magisztrál jó kezdet, illetve Oaklanda, ők ketten, akik diktálják a tempót, mögöttük Finiston színét tűnnek fel a harmadik pozícióban, majd Rapport, illetve Respectation érkezik. Összességben azért, hogy nagyjából együtt a csapat, és a tempó sem mondható különösebben a lassúnak. Egy picit még gyorsít Magisztrál, és elmegy egy-két hosszal most már, Magisztrál göncére bekával, tehát az élen. Mögött érkezik Oakland, a harmadik helyen még mindig Finiston, erősen fogva a Rapport, illetve Respectation momentán a mezőny végén a negyedik és az ötödik helyen, akkor amikor 1000 méter van még hátra a reményteljes háromesek versenyéből, és azért Magisztrál, ami mindig próbál spórolni a lovasa mellé, meg fog érkezni Oakland, a harmadik spurban Finiston, negyedikben a Rapport, tehát egyelőre azért bőven igénybe veszik a pálya szinte minden szegletét, Respectationnel pedig a falon kanyarodhat Nagy Tamás, és ezáltal hirtelen, hát nem mondom, hogy utolsóból első lett, de megérkezik szinte telibe felszalad a vezető lovakra, nagyon-nagyon együtt még mindig mind az öten. Bent a falon Magisztrál, mellette pedig Oaklanda, Finistont kell először lovagolni, talán ez várható is volt, Respectation nagyon-nagyon könnyen jön, a Rapportnak eddig nem volt igazán szerencsés versenye. Magisztrál mindig tartja az előnyét, mögötte Respectationt is egy kicsit lovagolni kell, Oaklanda is próbál elindulni, 3-4 hossza jön csak mögöttük Rapport. Respectation próbál gyorsítani, tud is gyorsítani, Oaklandával csatázhatnak majd a győzelemért, Magisztrál visszacsúszik a harmadik helyre, 100 méter van hátra, Respectation vagy Oaklanda, Respectation védekezik, Oaklanda folyamatosan támadja, de Respectationnek egy picit még a végén nő is az előnye, Respectation Nagy Tamással nyeri majd a futamot, Oaklanda mögött pedig Rapport megérkezik szoros harmadiknak, úgyhogy Magisztrál csak negyedik, Finiston az ötödik, de szépen együtt az egész mezőny. Ebben a pillanatban elindult tehát a nap harmadik nyeretlen futama 1600 méteres távon, Boy kezd nagyon-nagyon jól, és egyelőre egy picit előrébb, mint a többiek. Imposing Pan van ott közvetlenül mellette bent a falon. Hellás sem kezdett rosszul. Sógornő következik, Kingspire. Egy-két hosszal mögöttük a favorit Real Hope. Gyengébben kezdett Space Opportunity, illetve Itonda most nem késett meg, de azért van néhányhoz hátrány a többiekkel szemben. Nem jelentős azonban, hogy összességében együtt a mezőny, főleg akkor, amikor majd elérik az ügető átjárót egy csomóban galoppozva, és kívülről ott Sógornő mellett megjelenik a favorit Real Hope, aki úgy tűnik, hogy meg tudja kerülni majd a csapatot, és talán az utolsó 1000 kezdetére megérkezik a frontba. A háttérben viszont Kingspire ezért nem nagyon akar menni, ostor alatt sem tudja tartani a lépést a többiekkel. Ez azért meglepetés, mint ahogy az is, hogy Itonda folyamatosan szakad ki, hát ők kettek könnyen lehet, hogy kiesnek már ebből a versenyből. Boyk viszont egyelőre remekül tartja magát mellette, Real Hope, Sógornő, bent a falon az először futó 4 éves Hellas remekül tartja magát, Imposing Pan, illetve Space Opportunity az, aki bejelentkezik egy jobb helyezését. Boyk, illetve Real Hope az első kettő, majd Hellas, Sógornő, Imposing Pan, Kingspire még lehet, hogy fel fog érni erősen lovagolva, de azért Jóskán sokat tudott jóvá tenni.
Real Hope támad, és Real Hope az utolsó 300 kezdetén el tud menni, vezetni. Meglepetése Hellas lett talán majd az ellenfele. Hellas nagyon-nagyon jól fut, ott van 2-3 osszal a favorit mögött, kívülről pedig Imposing Pan szalad majd fel, várhatóan a dobogóra. Real Hope előnye nagyjából 3-4 hossz, Real Hope azért meg fogja oldani a kötelezőt. Real Hope nyeri az 1600 méteres nyeletlen versenyt Benkő Ádámmal. A Real Hope a győztes, a legvégén megérkezik Imposing Pan a második helyre Hellas előzve. Negyedik Space Opportunity, aztán Boyk, King's Pride, Itonda és Sógornő.